A hónap elején a mezőtúri általános iskolások részt vettek egy párnapos rendezvényen, Törökbecsén, egy pályázat keretében. Mit tudhatunk ennek a részleteiről? Hány gyermek utazott Törökbecsére? Ez egy testvérvárosi pályázat volt, amelyen részt vettünk. 15 gyermek jött a városi általános iskolából, úgy mint az Újvárosról, a Rákóczi úti iskolából, illetve tőlünk, és 6 felnőtt, több ország résztvevői jelentek meg ezen az eseményen, mely átfogó volt, mert volt sportfoglalkozás a gyerekeknek, volt kézműves foglalkozás, illetve az Európai Uniós értékekkel ismerkedhettünk meg, közös foglalkozások, illetve konferenciák keretében. Igaz, hogy beszélgettünk a gyermekekkel is, de amikor hazatértek, akkor mit mondtak, hogy milyen élményekkel tértek haza, és hogyan érezték magukat? Hát ez felemelő érzés volt, amikor a buszban azt mondta az egyik kislány, hogy ő még maradt volna pár napot, úgyhogy szerintem ez mindent elmond. Nagyon jól érezték magukat, jó ismerettségeket kötöttek az ottani gyerekekkel. Eleinte nehezen ment a kapcsolatfelvétel, de utána már láttam, hogy e-mail címeket meg egyebeket cseréltek, úgyhogy a gyerekek nagyon jól érezték magukat, és mi nekünk felnőtteknek is nagyon jó élmény volt. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehettünk ezen az eseményen, és szeretettel várjuk a törökbecseieket októberben. Több napot töltöttetek Törökbecsén, testvértelepülésünkön. Milyen élményekkel gazdagodtál? Szerintem nagyon jó volt, sokat ismerkedtünk, nevettünk, kézműveskedtünk, akik rajzra mentek, azok kosárlabda meccset is megnézték és rajzoltak is. Én nagyon jól éreztem magam. Először szivacsal kellett koszorút festeni, majd csinálni kellett egy kalapot, egy érdekes kalapot, utána pedig tussal festettünk. Többféle vetélkedőn és sportversenyen is részt vettetek Törökbecsén. A sportversenyekről mit tudhatunk, miben mérettettétek meg magatokat? Hát elsőnek az elején voltak ilyen sportrendezvények, ahol különböző feladatok voltak, az nagyon jól ki volt alakítva. Utána másnapból, vagy még azon a nap volt foci, ilyen edzőmérkőzés félség. Utána rá egy napra volt kosárlabda, utána megint volt foci. A focin nyertünk elsőnek 1-0-ra, utána ez a szlovákokkal volt, utána a románokkal 2-2-t játszottunk. Ez alatt a pár nap alatt milyen kapcsolatban sikerült kerülni a törökbecsei diákokkal? Barátkozásra sok esélyünk volt, és sikerült is kialakítanunk. Konferenciák voltak, ahol lehetett ismerkedni. Hány új ismerőstől sikerült szerezni ez alatt a pár nap alatt? Legalább 10-el. Meg tudtuk érteni egymást, megismerkedtünk egymással. Több napot Törökbecsén töltöttetek. Hogyan zajlott ez a pár nap? Jó volt. A legjobb az volt, amikor tussal kellett rajzolni. Emellett több vetélkedő, valamint sportverseny is volt. Hogyan épült fel ez a több nap? Első nap volt, amikor mentünk ilyen konferencia volt, és megnéztük egy iskolát. Hogy fogadtak minket. Második nap Európai Uniós előadás volt, ahol az egész iskola részt vett. Emellett voltak sportversenyek is? Igen. Elmentünk egy kosárlabdát megnézni. Mi tetszett a legjobban, mit tudnál kiemelni ebből a pár napból, amit Törökbecsén töltöttetek? Igazából azt tetszett, hogy soha nem volt olyan érzésem, hogy úristen, most mit csináljak, hanem mindig csináltunk valamit. Vagy elmentünk sétálni, vagy kimentünk a vízpartra, vagy kosaraztunk, vagy fociztunk, szóval mindig volt valami. Te részt vettél esetleg valamilyen vetélkedőn, versenyen? A sorversenyen vettem részt, meg a edzőmeccsen, a focin, és a kosárlabdán. És milyen eredményt értél el?
Hát kosárlabdában elsők lettünk, a focin a fiúk ugye másodikok, a sorversenyen meg igazából nem volt eredményhirdetés. Az 5. gyermek országgyűlésen vesznek részt mezőtúri gyerekek a Kossuth úti általános iskolából. Ez október 14-én lesz. Hogyan jutottak be az országgyűlésbe a gyermekek? Minden évben lehetőség van arra, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat pályázati kiírására pályázatot nyújtsanak be iskolák, hogy részt vegyenek a gyermek és ifjúsági parlamenten. Nálunk az iskolában hagyomány, hogy erre a pályázatra pályamunkát készítenek a 7.-8. diákok. Ennek eredményeként már két alkalommal vehettek részt a diákparlament ülésein, és ebben az évben is nagy öröm számunkra, hogy a gyermekek világnapja alkalmából részt vehetnek az 5. gyermek és ifjúsági parlament rendezvényén 2015. október 14-én az Országház felsőházi üléstermében. Hány gyermek fog részt venni a diákparlamenten, és hogyan fog zajlani itt a program? A diák parlamenten a delegációt 20 diákunk képviseli, és két kísérő pedagógus. A diákok 6., 7. és 8. osztályos tanulók, akik kiemelkedő közösségi munkájuk és példamutató magatartásuk jutalmaként vehetnek részt ezen a programon. A gyermekek autóbusszal érkeznek Budapestre 2015. október 14-én, ahol az ifjúsági parlamentnek az ülése 10 órakor kezdődik. Dr. Kövér László házelnök és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete elnöke köszönti majd a kormánytagjait és a gyermekeket. Ezután a gyermekek kérdéseket intéznek a kormánytagjaihoz. Az ülés végén Kövér László elnök úr meghívja a gyermekeket és a kormánytagjait egy ebédre. Végül a díszőrség bemutatójára kerül sor a fő lépcsőn.